Tanulni gördeszkázni, és nagyon érdekes, hogy milyen érzés újrakezdőnek lenni valamibe. A gördeszkázásról jutott eszembe ez a gondolat, hogy én szeretek új dolgokat kipróbálni, szeretem magam ismeretlen szituációkba beletenni, és tulajdonképpen ezzel a YouTube csatornával is ez a helyzet, hogyha kicsit legörgettek a videók között, akkor látjátok, hogy csak parkour a tartalom. Most meg történt egy ilyen váltás, hogy mindenféle dolog megtalálható itt egészen a spirituális gondolatoktól kezdve random vlogokig. Valójában ez a kérdés, hogy miért csinálom mindezt, vagy van-e valamilyen összekötetés a dolgok között. Egyrészt, mint egy csatorna, van-e valami összefogó üzenete, másrészt pedig az életemnek vannak ilyen külön szálai, és hogy ezek vajon összeérnek-e. És ezt lehet, hogy egy kicsit nehéz megérteni, hogy mondjuk a parkúrozás, meg a meditálás, meg az álmok, meg a mindenféle különböző érdeklődési területeimnek mi köze van egymáshoz. És sokszor én sem látom meg az összefüggést, de már több dologban is tapasztaltam, és van egy ilyen intuícióm, hogy az egész világ úgy működik, hogy egy irányba tartanak ezek az érdeklődési köreim, és ezek a projektek az életem végére valahogy mégis egy nagy projekté fognak, az én életemmé fognak szerveződni. Úgyhogy ezt követi nyomon ez a YouTube csatorna, és ez is a küldetése, hogy ti is lássátok, meg én magamon is lássam, ahogy a különböző projektjei az életemnek összenőnek egy nagy projektbe. Mielőtt folytatom, átmegyek valahol, mert közben teljesen besötétedett. Ez most egy ilyen improvizált setup, mert el akarom mondani a végét a gondolatomnak. Lehet, hogy az emberben kétely támad a téren, hogy hogyan fognak ezek a dolgok, amiket ő élvez csinálni, összenőni valami nagy, jelentős dologgá, ami leginkább megerősített abban, hogy emiatt nem kell aggódjak. Az volt, amit a biológia tanárom mondott nekem. Az a lényege a tudományágaknak, vagy például a művészet az például nem tudományág, de a megismerési módszereknek, hogy egy következetes módszerrel megpróbálja a valóságot feltárni, és ezért tök mindegy, hogy milyen irányból közelítjük meg azt a dolgot, a végén ugyanoda fogunk eltalálni. Tehát én ezt úgy fogom fel, hogy az én megismerésem legyen az a gördeszkázás, vagy a parkour, vagy a művészet, akár filmkészítés, festés, ruhacsinálás, meditálás, mindenféle megismerési forma, az mind egy irányba tart, és így függetlenül attól, hogy honnan közelítem meg, ugyanabba az irányba tartok. Úgyhogy remélem tetszett ez a videó, ilyen nehezített körülmények között is, és hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, illetve lájkoljátok ezt a videót, és találkozunk a következőben.